Sziasztok! Itt vagyunk Rijekában, a Rainbow Warrior 3-nál, ez a Greenpeace zászlós hajója, ami jelenleg a földközi tengeren jár, hogy felhívja a figyelmet a műanyag hulladékok környezetre gyakorolt káros hatásairól, és szeretnénk nektek most megmutatni a hajót belülről. Gyertek velünk! Ha már itt vagyunk a harmadik Rainbow Warrior-on, akkor semmiképp nem szabad elfeledkeznünk az első Rainbow Warrior-ról, amit 32 évvel ezelőtt sűjesztettek el, robbantottak fel, ezzel pedig az egyik legénységi tag Fernando Pereira halálát okozták. Nem feledkezhetünk el Fernandóról és magáról a tényről sem, hogy a hajót felrobbantották, és annak ellenére, hogy ezzel a Greenpeace-t meggyengíteni szerették volna, ettől a szervezet és a globális közösségünk, a mozgalmunk csak erősebb lett. A klímaváltozás tagadhatatlanul az egyik legnagyobb kihívás, amivel az emberiség eddig szembenézett, viszont a Rainbow Warrior története és az, amit ez sugall, az összefogás, hogy együtt erősebbek vagyunk, erőt adhat nekünk, hogy legyőzzük ezt a veszélyt. So to the Hungarian activists, I understand that this is a difficult time. It's a difficult time for everybody. But as I said, we can't stop. We can't back down. We can't stop. We've got to keep working together as hard as we can to mitigate the problems that we're going to cause ourselves. I wish you guys all the best of luck. I wish you strength. I wish you power. And I hope that you succeed.